hazánk fő folyója a Duna, valamennyi folyónk ennek a fő folyónak a vízgyűjtő területéhez tartozik. Szakasz jellegét az ország területén is többször váltogatja, amikor belép a Szigetközt és Csallóközt építve alsó szakasz jellegű, a Visegrádi szorosban felső szakasz jellegű, a Szentendrei szigettől délre pedig közép szakasz jellegű kanyargó folyó lesz. Ezt fogjuk most a kísérlettel is szimbolizálni. A közép szakasz jellegű kanyargó folyó folyamatosan építi, fejleszti a kanyart. Ehhez a homokasztalon kialakítottunk egy mérsékelt lejtési területet, kialakítottunk előre egy kanyargó folyómedret, és jelöltük a két partoldalt, és azt fogjuk a kísérletben megfigyelni, hogy a folyó, ahogy érkezik erre a szakasz jellegre, hogyan fogja elmozdítani a partoldalakat, vagyis a kurkapálcikák hogyan fognak elvándorolni eredeti helyükről. Tehát, hogyha érkezik a folyó, akkor látjuk, hogy a homorú oldalát a partnak alámossa, egyre jobban fejleszti a partoldalt, és így az odatett kurkapálca mindjárt bedől a falba. Tehát a kanyarnak a külső ívét a sodorvonal folyamatosan alámossa, ez egy pusztuló partoldal, azért dőlt be az ide helyezett kurkapálca. A belső ív pedig a itt lerakódott hordaléknál látjuk, hogy itt folyamatosan épül, övszátonyokat hoz létre, vagy ahogy itt a Felső-Tisza vidékén nevezünk porondokat, illetve palajokat, hogy ezek a szabadvízi strandolás kiemelt helyszínei.